So let's go. Here you are in 2023. How do you feel and how do you see Oriflame Hungary from this perspective? So we are in the beginning of 2023. January almost gone. February is ahead. I have to say that, first of all, I feel proud and happy for the tough year behind us. It was a challenging year, 2022. But I'm happy and proud because Oriflame Hungary did really well in this year. Actually, it was one of the best years we had in a while. And compared to other markets in our region, we really performed really well. So my huge thanks and my huge congratulations to the brand partners and the managers and the directors of Oriflame Hungary for this. So in this perspective, I feel happy. For 2023, I'm super excited because it's an exciting year ahead of us with many challenges, I am sure, but also we are much stronger as a team. And I think it will be a really, really good year for Oriflame Hungary. Every year, Oriflame has a concept which we build a year around. Can you tell me more about this year's concept? Exactly. So we had pretty exciting concepts in the years back, some better than others, I have to say. But this year's concept is, I think, really closest to what Oriflame truly is. It is heart to heart in English, and I believe it represents the brand to the core, because Oriflame is a people's business. Robert and Jonas, when they founded the business, they had this concept in their heads that you talk to people, you find out what people really want, and then you make it happen through the business. So in this sense, heart to heart in 2023, the concept we will build our business and communication around is really close to what Oriflame really is. I'm super excited to launch it in Hungary. I'm super excited to have heart-to-heart, head-to-head conversations with people, tête-à-tête or online. You know, in this day and age, heart-to-heart means many things. But what I want to say is that it is closest to what Oriflame really is. We will launch it in a nice way, and I hope that it will live throughout the year all the way to December 2023. My last question is, the holidays of love and celebrating women are around the corner. Do you have any special message to the Oriflame brand partners? Yeah, so talking about hearts, we cannot go around the topic of love and the topic of a woman. So to me personally, these holidays are super important because the majority of the brand partners of Oriflame Hungary are actually women. And 14th of February, so Saint Valentine's, is somehow the day when we celebrate love. Super important for us, and we plan super exciting things for that day. Super exciting offers, I have to say. And then 8th of March, or the International Women's Day, it's, I think, in the global social context, means a lot, because this world is not the same after the empowerment of women actually happened. And I think it's the same for Oriflame Hungary. Women make this business go forward, and this is why it's super important for us. So the empowerment of women and their families and creating the independence of women are super important for us. So these holidays means a lot. And if maybe I'm the first, I would like to say to all the brand partners in Oriflame Hungary, happy St. Valentine's Day, celebrate it with your loved ones. And to all the women in Oriflame Hungary, happy Women's Day, and stay strong and stay who you are actually in reality. So that will be my messages for them. A Love Potion Sensual Ruby az Oriflame új illata, ami a gurmé illatcsaládban tartozik. Ennek az illatnak a védjegye a varázslatos virágillatok, amely közül megtalálható benne a tubarózsa, a bazsarózsa és a rózsa illata is. Bruno Lapuza, mester parfümőr, egy különleges akkordot álmodott meg ennek a parfümnek, aminek az a különlegessége, hogy a csokoládé és a mogyoros illatjegyek váltakoznak a savanykás fás illatjegyekkel. A tubarózsa illatot úgy írnám le,
mint egy szelíd köntösbe bújtatott virágillatot, aminek kifejezetten jól esnek a sejmes, kakaós, kicsit vajas illatjegyek. Mindenképpen viselje bátran mindenki, aki egy hipnotikus aurát szeretne maga körül érezni. A Sensual Ruby illat egy egészen felemelkedő, piros, bogyós gyümölcsökből álló illatjegyekkel nyílik, és ahogyan tovább bontakozik ki az illat, érezhető belőle, hogy a rózsa, a bazsarózsa egy ilyen különleges illatharmóniát fedezhetünk fel az illatban. Illetve még nagyon fontos, hogy kevésbé savanykás illat, tehát aki nem annyira kedveli a gyümölcsös illatokat, annak a Sensual Ruby egy nagyon kellemes meglepetés lesz. A piros gyümölcsös illatok, mint például a málna, a fekete bibizli, ezek nem csak hogy kerekítik az illatot, de fokozzák az illatnak a melegségét is. Úgy képzeljük el a Ruby Csoki akkordot, mint egy tábla csokoládét, amikbe apró málna és szeder darabokat rejtettek el, és ez egy különleges hangulatot ad magában a parfümnek. A Ruby Csoki akkord szerintem egy nagyon izgalmas ötlet, a parfümőrnek a virtuozitását mutatja meg, hogy mennyire ki tudja használni egy virágillatnak tényleg a széles spektrumát, és ezt egy gurmé illatban az egészet össze tudja foglalni. Három dolog, ami fontos a Sensual Ruby illat kapcsán, az érzékiség, a nőiesség és a tavaszi lendület. Ha magamra fújom ezt az illatot, elképzelem, hogy egy kakaóvajjal kenem be magam, egy ilyen kicsit rituális, nagyon érzéki vonalat képvisel. Kifejezetten jól mutatkoznak meg benne a cédrusos illatjegyek is. Aki egy kis tavaszi megújulásra vágyik, annak szívesen ajánlom ezt az illatot, hiszen ebben az illatban megtalálhatók a fanyarabb, virágosabb, illetve fás csokis gurmé illatjegyek is. A hármas katalógusunknak a legújabb termékbevezetéséről Mándics Annától már hallhattatok rengeteg izgalmas dolgot, ez ugye a Love Potionnek a legújabb illata volt, a Ruby. Emellett a hármas katalógusban egy további újdonságunk a jól megszokott módon a Norhen kollekciónk megújulása. Az idei első Norhen katalógusunk a harmadik katalógus időszakban jelenik meg, és egészen a hetedik katalógus időszak végéig lesz érvényben. Ez a katalógus egy vadonatúj kollekciót is tartalmaz, melyről hamarosan egy kicsit bővebben is mesélek nektek. Az idei első Norhen katalógusunknak a vadonatúj kollekciójában a tigris szem kővel találkozhattok. Mint minden ásvány, a tigris szem is hatással van viselőjére. Nézzük is meg először kívülről, miről ismertetik fel a tigris szemkő. Az a kő az egyik legkönnyebben felismerhető féldrága kő. Színe gyönyörű, meleg, sárgásbarna és aranybarna, egy nagyon jellegzetes csíkozással. Ahogy a fény felé fordítjátok, egészen életre fog kelni. Sokan mondják, olyan, mintha tényleg a tigris szemébe néznénk. Ez a kő a mi kollekciónkban nyaklánc, fülbevaló és karkötő formájában fog megjelenni. Úgy tudni, hogy a tigris szem nyitottabbá tesz bennünket a külvilágra, sokszor segít abban, hogy egy kicsit tisztábban lássunk. Aki ezt az ásványt viseli magán, vagy éppen magával hordozza, határozottabbá tudja tenni, és hogyha esetleg hezitálunk döntések meghozatalában, akkor bizony ez a kő segítségünkre lehet. Kivételesen egy kicsit előre haladunk az időben, és bemutatjuk számotokra négyes katalógusunknak is a legújabb bevezetését, az egyik bestsellerünknek a megújulását, ez pedig nem más, mint a Wonderless szempilla spirál. A D1 Stockholm, az 5:1 Wonderless szempilla spirálunknak a legújabb verzióját a digitális világ igényei ihlették. Hogyha valaki szeretne képernyőn és azon kívül is tökéletesen megjelenni, akkor egy egyértelmű és szuper választás lesz ez a szempilla spirál. Ettől a márkától megszokott 5 termékelőny továbbra is jelen van. Fantasztikusan dúsít, hosszítja a pillákat, megemeli, remekül hangsúlyozza, és nem mellesleg extra ápolásban is részesíti őket, hála a növényi alapú keratin és ricinus olajnak. Képzeljétek el, hogy a Digital Pigment Blend az Oriflame első okostelefon színintenzitására vonatkozó tesztje.
Ezen teszt alapján a Digital Pigment Blend közömbösíti a hamuszürke altónusokat a még tisztább fekete színhatásért a kijelzőn és a valóságban egyaránt. Szeretettel üdvözlök mindenkit, én Várnagy Dániel vagyok, az Oriflame Magyarország online specialistája, és most egy nagyon izgalmas hírrel érkeztem nektek, méghozzá azzal, hogy megújul az Oriflame alkalmazásunk. A megújulásnak a célja, hogy könnyebben használható legyen az alkalmazás, és a felhasználói és vásárlási élmény is magasabb szinten legyen. A megújult alkalmazás legfontosabb funkciói többek között a weboldalhoz hasonló megújult felhasználói felület, amivel a lehető legkönnyebben végezheted el vásárlásodat. Az e-katalógus is elérhető az új alkalmazásban, így a tradicionális Oriflame vásárlási élmény már digitális keretek közt is elérhető. Emellett fejlett keresésünkkel kategóriák és márkák között is kereshetsz, és megtaláltad azokat a termékeket, amiket keresel, illetve azokat is, amikről nem tudod, hogy szükséged volt rá. Emellett termékelérhetőséget is megnézheted az applikációban, hogy soha nem maradj le arról a termékről, amit meg szeretnél vásárolni. Az értesítés funkcióval mindig a lehető leghamarabb értesülhetsz új ajánlatainkról, híreinkről, és akár arról is, hogy hol tart éppen a rendelésed. Az applikáción belül gyorsan és egyszerűen választhatsz fizetési lehetőségeink közül, így a lehető leggyorsabban rendelheted meg kedvenceidet. És a legfontosabb hír, nem kell már sokat várnunk az új alkalmazásra, hiszen az új app C4-ben, azaz március 1-én érkezik, így ti is megkaporinthatjátok nem sokára. Megéri letölteni az új alkalmazást, hiszen az első rendeléseddel ajándékot is adunk, ha letöltöd. Az alkalmazás elérhető lesz a legelterjedtebb operációs rendszerekre, azaz Androidra és iOS-re. Reméljük, hogy ti is nagyon izgatottak vagytok, hogy kipróbáljátok az új applikációnkat. A katalógus kiemelt wellness terméke a haj és köröm kapszula, éppen ezért ebben a videóban most röviden erről a termékünkről szeretnék nektek beszélni. A haj és köröm kapszulát egy kúraszerű fogyasztásban szoktuk ajánlani, mégpedig 12 héten keresztül, és 2 hét szünetet szoktunk javasolni 2-2 kúra között. Sokszor érkezik hozzám az a kérdés, hogy van-e alkalmasabb időszak ennek a kúrának az elvégzéséhez. Alapvetően nincsen, hiszen elmondható, hogy napjainkban mindig vannak olyan periódusok, amelyek megviselik a hajnak a szerkezetét, vagy akár a körmöket, hogyha gondolunk a hidegebb időszakra, amikor a fűtés szezon tudja szárítani a hajat, vagy az, hogy sokat érintkezik sapkával, kabáttal, tehát mindenféle textíliákkal. Ugye a kézmosás, illetve a gyakori fertőtlenítés még mindig a mindennapjainknak a része, amely szintén tudja roncsolni a körmöknek az állapotát. Nyáron pedig, hogyha mondjuk a hajat nézzük, akkor maga a napfény, ugyebár meglehetősen meg tudja viselni magának a hajnak a szerkezetét, illetve a gyakori fürdőzés, hogyha esetleg valaki nyaral, akkor a sós víz az szintén bizony igényben tudja venni magát a hajat. Arra pedig nem is beszélve, hogy ugyebár aki mondjuk rendszeresen festi vagy színezi a haját, annak alapvetően egy folyamatos, úgymond stressznek van kitéve maga a haj. Magáról a termék összetevőjéről kiemelten szerepel a kommunikációban, hogy L-lizin, illetve L-cisztein tartalmú, de azért ez mind a kettő olyan összetevő, amelyről bizony inkább ritkábban hallunk. Azt kell tudni erről a két összetevőről, hogy aminosavak, tehát alapvetően a fehérjéknek az építőkövei. Az L-cisztein egy kéntartalmú aminosav, melynek nagy szerepe van a szabad gyökök semlegesítésében, éppen ezért hozzájárul a sejtek épségéhez, egészségéhez. Az L-lizin pedig alapvetően a kollagén termelődésben, a kollagén szintézisben jelentős szerepe, a kollagén pedig alapvetően a bőr és a körmök szerkezeti fontos felépítő eleme. A haj és a körmök képsége, illetve egészsége szempontjából pedig további három fontos összetevő a termékben, a vas, a cink és a szelén, melyek alapvetően olyan ásványanyagok, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a körmeink és a bőrünk, illetve a hajunk is szép állapotban legyen. A katalógus kiemelt terméke a kálcium készítményünk, éppen ezért most erről a termékről fogok nektek röviden mesélni.
Alapvetően azt szoktuk mondani, hogy kalciumra az élet minden egyes szakaszában szüksége van a szervezetünknek, körülbelül 25 éves korig a csontozatunk kiépítéséhez, megerősítéséhez, ezt követően körülbelül 55 éves korig magának a csontozatnak a fenntartásához, 55 éves kor felett, tehát az úgynevezett érettebb korcsoport számára pedig úgymond preventív jelleggel, tehát hogy minél hosszabb ideig megőrizzük a lehető legépebb állapotában magát a csontozatot. A kalcium készítményünk kiemelt összetevője az aquamin, ami egy meszesített algából származó összetevő. Azért nagyon fontos ezt megemlíteni, mert jobb a felszívódása, mint úgymond az átlagos kalciumoknak, amik jellemzően mészkő eredetűek, emellett pedig számos ásványi anyagot is tartalmaz, nem véletlenül szoktuk úgy említeni ezt az összetevőt, hogy ásványi komplex. A termék másik kiemelt összetevője a D-vitamin, ami elengedhetetlen a kalcium megfelelő felszívódásához, ezért is nagyon fontos megemlíteni, hogy bizony nem csak kalcium, hanem D-vitamin is megtalálható a készítményben. Maga a kapszula rágható vagy akár önmagában is lenyelhető, tehát mindenki úgymond a számára megfelelő verziót tudja választani. Végül pedig néhány gyakran felmerülő kérdésre szeretnék válaszolni. Az egyik kérdés, ami nagyon gyakran érkezik hozzám, hogy mikor szükséges a vitaminokat szedni, mikor kell szünetet tartani, nyáron muszáj vitaminokat szedni. Nos, a válasz az, hogy igen, tehát a vitaminok szedését, a wellness pakkot nevezetesen folyamatosan javasoljuk. Gyakran szokott hozzám az a megjegyzés érkezni, hogy a nyáron sokkal több gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk, így nagyobb valószínűséggel már a táplálkozás során is magasabb mennyiségű vitamin és ásványanyag kerül be a szervezetünkbe. Azonban mindig el szoktuk mondani, hiszen a tudomány jelenlegi álláspontja az, hogy nem igazán tudjuk pontosan, hogy a mostani zöldségeknek, gyümölcsöknek milyen tényleges vitamin és ásványanyag tartalma van. Ezért preventív jelleggel, ahogy én mindig szoktam hangsúlyozni, a táplálkozási hézagok elkerülése véget azt javasoljuk, hogy folyamatosan szedjük a wellness pakkot. A másik kérdés, ami szintén gyakran érkezik hozzám, az, hogy milyen módokon lehet ízesíteni magát az MRP-t, vagy szuperségnek is szoktuk ugyebár nevezni. Nos, gyakorlatilag ugyebár aminek a fantázia szab csak határ fűszer szempontjából, tehát akár fahéj, kardamom, de hallottam már, hogy a csokiségnél valaki kipróbálta a csilit, és nagyon szuperül tudott működni, vagy akár a cayenne bors, ami szintén kicsit pikánsabb ízvilágba tudja elvinni. Tehát az a fontos, hogy figyeljünk oda mindenféleképpen arra, hogy ne kerüljön plusz kalória magába a termékbe az ízesítés során. Szintén gyakran érkezik hozzám az a kérdés, hogy a fehérje porokat, ami alatt a natural balance-séket, illetve a protein blendet értjük, milyen módokon lehet felhasználni azon túl, hogy shake formájában megisszuk. Gyakorlatilag itt is csak azt kell mondanom, hogy a fantáziánk szab neki határt, hiszen ezekkel a termékekkel lehet akár főzni, egészséges süteményverziókat, vagy akár kenyérféléket készíteni. Illetve még többen hozzáfordultatok azzal a kérdéssel, hogy sokan kifogásolják magának a natural balance shake-eknek, illetve az MRP shake-eknek is az árát, és hogy ezzel úgymond mit is tudunk mi kezdeni. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ugyebár természetes összetevőket tartalmazó, magas minőségű összetevőket tartalmazó termékekről beszélünk. Tehát alapvetően az, hogy egy ilyen minőségű termék ki tudjon kerülni a kezünk közül, ugyebár alapvetően megszab egy árat, amiért ezt tudjuk beszerezni a hozzá szükséges összetevőket. Illetve az MRP esetében kifejezetten nagyon fontos azt megjegyezni, hogy pusztán növényi alapú termékről beszélünk, tehát egy vegán termékről beszélünk, amiben a fehérjének a forrása több növényből származik. Ez azért nagyon fontos, mert minél több forrásból származik egy termékben a fehérje, annál magasabb az úgynevezett emészthetőségi indexe, tehát annál kisebb az előfordulási esély, hogy bármilyen diszkomfort érzetet fog okozni, hiszen a szervezet számára annál könnyebben emészhető maga a termék. Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is titeket, és mint tudjátok, hogy nem telhet el úgy katalógus időszak, hogy ne készüljünk számotokra különleges ösztönző programokkal. Lássuk elsősorban azt a üzleti ösztönző programunkat, ami a C2-es katalógustól egészen C8-es katalógusig fog futni. Tehát az új menedzser bónusz ösztönző programunk az új szintek elérését fogja díjazni. De nézzük azt, hogy hogyan is működik ez a program. Először is vegyük figyelembe azt, hogy van egy bázisperiódusunk.
A bázisperiódus az az alapidőszak, amit ilyenkor mérvadónak szoktunk venni. A bázisidőszak ebben az ösztönző programban a tavalyi év C13-astól C18-as katalógusig tartó időszak, viszont ne feledjük el azt, hogy a C16-os katalógus nem számít bele ebbe az időszakba, mert az egy kéthetes, nagyon rövid katalógusunk volt. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is kell tenni ahhoz, hogy ebben az ösztönzőben részt vegyetek. Az ösztönző célja az, hogy a jelen év C2-es katalógusától C8-as katalógusáig az előző év bázisperiódusához képest egyen magasabb szintet elérjetek, ez minimum 12% kell, hogy legyen, és ezt a szintet az azt követő 4 katalógusban legalább 2-szer tartsátok meg. És akkor nézzük azt, hogy mit is kapnak azok a brandpartnerek, menedzserek, akik ebben az időszakban új szintet érnek el. A 12%-os szint elérésénél és annak megtartásánál 60 ezer forint bónuszban részesülhet az újdonsült menedzser, vagy az, aki már visszaszerezte ugye a szintjét. A 16% esetén ez 90 ezer forint, 20% esetén ez 130 ezer forint, és 24% esetén pedig 160 ezer forint. Én úgy gondolom, hogy jön a tavasz, új év van, új szintekre van szükségünk, úgyhogy vágjatok ebbe a programba bele, mert elsősorban a fejlődés a célunk. Amennyiben további részletekre lenne szükségetek, vagy van bármilyen olyan kérdésetek, amire nem kaptatok még választ, a honlapunkon megtaláljátok ennek a programnak a leírását, úgyhogy hajrá, és mindenkinek sok-sok-sok új szintet kívánok, és természetesen sok új bónuszt. És bizonyára már tudjátok, hogy van egy fantasztikus új Hey táska kollekciónk, amit szintén ugye a svéd természet ihletet láthatjátok, akár ugye a modellek színéből is, hogy abszolút természetközeliek és letisztultak. Február 8-án és 9-én egy 2 napos akció keretein belül 2 darab modellt tudtok ebből a kollekcióból megvásárolni rendkívül kedvezményes áron, illetve még arra is van lehetőség, hogy ezt a 2 modellt egy szedben szintén egy nagyon-nagyon kiemelkedően jó áron tudjátok megvásárolni, abban az esetben, hogyha a vásárlásotok eléri a legalább 100 bónuszpont értéket. Nézzük is meg azt, hogy mely modellekről van szó. Az első modell egy ilyen crossbody táska, amit ugye ilyen vállon keresztben lehet hordani, itt láthatjátok a képen, amit mindösszesen 4999 forintért tudtok megvásárolni, abban az esetben, hogyha 100 BP értékben adtok le rendelést. A második modell egy pici, nagyon-nagyon kecses, letisztult pénztárca, amit 2499 forint értékben tudtok megvásárolni, szintén rendkívül kedvezményes áron, abban az esetben, hogyha a rendelésetek eléri a 100 bónuszpont értéket. És ennek a 2 modellnek a szettjét tudjátok megvásárolni szintén rendkívül kedvezményes áron 5999 forintért, akkor, hogyha szintén 100 BP értékben adtok le rendelést. Én úgy gondolom, hogy ezek a táskák abszolút passzolnak a tavaszi hangulathoz, frissítsétek fel a gardróbotokat ezekkel a fantasztikus pasztelszínekkel, és legyetek nagyon-nagyon trendik. Készültünk nektek egy reaktiválási ajánlattal is, 50 bónuszpont rendelés esetén 1199 forintért választhattok magatoknak egy parfümöt. És akkor nézzük át, hogy C3-ban, illetve C4-ben milyen start és szponzor programmal készültünk nektek. C3-ban start 1 lépésként 399 forintért tietek lehet egy dekorkozmetikai termék, start 2 lépésként szintén 399 forintért egy bőrápolási termék, és a harmadik lépésben pedig 399 forintért az egyik modell az új táska kollekciónkból. C4-ben pedig szponzor programmal is készültünk nektek, 2 startos belépő esetén 399 forintért tiétek lehet egy Berlinger House blender. C4-ben a start program a következőképpen alakul. Start 1 lépésnél a szokásos dekorkozmetikai terméket tudjátok kiválasztani 399 forintért, a start 2-es lépésnél bőrápolási terméket szintén 399 forintért, és a start 3-as lépésnél pedig 1299 forintért a tiétek lehet egy Berlinger House blender.
És bizonyára tudjátok azt, hogy a C4-es katalógusban a nőket fogjuk március 8-án ünnepelni, készülünk is nektek valamivel, de erről még nem tudunk bővebb információt megosztani, úgyhogy készüljetek, március 8-án különleges akcióval fogunk titeket meglepni.